Állatmenhelyeken segített Kovács Sándor. Tovább emelkedik az agrártámogatások összege. Szódatörténeti kiállítás Karcagon. Baba Múzeum Abátszalókon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. február 14-én 18 óra 5 perckor. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke új karitatív kezdeményezést indított, amelyben állatmenhelyeket támogat. Az elnök a választókerületben élő közéleti szereplők segítségével segít az állatokon. Közéleti szereplők bevonásával új kezdeményezést indított útjára Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Kivetett, gazdátlan kutyákat gondozó menhelyek támogatására kérte fel ismerőseit a közösségi médiában. Karcagon vagyunk, a karcagi gyepmesteri telepen. Itt vannak azok a kutyák, amelyek kóborkutyaként kerülnek ide a gyepmesteri telepre, és a tavalyi év őszén ismerősök, Újvár Imre, a füredi polgármester kérésére mentünk ki a tiszafüredi állatmenhelyre, és vittünk adományt, kutyatápot az ottani kutyajáknak, és a karcagiak megjegyezték, hogy akkor a karcagiak telepre mikor hozunk, és hát Karcagon kettő van, a karcagi gyepmesteri telep és egy állatmenhely, és mind a két helyre viszünk adományt, és akkor megkérdezzük, hogy mire van még szükség, hiszen volt jelzés, hogy akár tűzifától kezdve a telepőrzésénél kutyatápra szükség van, és akkor próbálunk lehetőségeink szerint segíteni. Talán két hétre 10 zsák tápot hoztam, de hogyha lesz szükség rá, akkor hozni fogok ezt, mint magánadományozó hozom ezt, mert ilyenkor télen rossz helyzetben vannak a kóborebek az egész országban, de ilyenkor télen még rosszabb a helyzet, hiszen hideg van, több élelem kell ezeknek a kutyáknak, és hát látszik az, hogy itt a környéken még mindig vannak, akik saját kutyájukat kiteszik az utcára, nem keresik. Én azt gondolom, hogy egyre többen vannak olyanok, akik akár örökbe fogadnak, akár pedig gondoskodnak ezekről a kutyákról. Egy önkormányzati és egy magánfenntartásban lévő karcagi állatmenhelyre vitt kutyaeleséget. A stafétabotot továbbadta Újvár Imrének, Tiszafüred polgármesterének, aki köztudottan nagy kutyabarát. Arra kérte Tiszafüred polgármesterét, hogy tegyen ugyanígy, és utána adja tovább ő is a stafétát. Szerencsére volt lehetőségünk közmunkaprogram keretében már fejleszteni az utóbbi években a gyepmesteri telepünket. Hát én úgy örököltem meg 2014-ben azt a területet, hogy nem volt meg a gyepmesteri telep hatósági engedésem, de szerencsére a tavalyi évben ezt sikerült megszereznünk, illetve már 15-20 új kennelt építettünk az elmúlt években. A tavalyi évben építettünk oda egy raktárat, ahol tudják tárolni a kutyatápot, valamint a különböző eszközöket. Karanténkennelt csináltunk, kutyafürdetőhelyet alakítottunk ki, valamint most éppen majd egy olyan műtőhelységet szeretnénk kialakítani, ahol esetleg már ott az állatokat tudják az átmeneti problémáikat kezelni, de akár még ivartalanítani is, mielőtt mondjuk már egy örökbefogadás megtörténne. Kovács Sándor bízik abban, hogy sokan a kezdeményezés mellé állnak és segítenek majd az állatmenhelyeken élő állatoknak. Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, és Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke tartott sajtótájékoztatót Szolnokon. Tovább emelkedik az agrártámogatások összege 2018-ban, mondta el Fazekas Sándor, az Agrártárca vezetője Szolnokon. A földművelésügyi miniszter kiemelte, hogy a lehető legnagyobb mértékű nemzeti támogatást kapják a szarvasmarha, tej és juhágazat szereplői. Emellett a korábbi keretösszeg többszörösét fordítja a kormány a baromfi és sertéságazat támogatására. A magyar gazdatársadalom, a Magosz megyei és országos vezetői, illetve a kormány együttműködve, az érdekeket összehangolva, a feladatokat kitűzve, célokat kitűzve és azokat elérve, megoldva tett a magyar vidékért. És ma elmondhatjuk azt, hogy Magyarországon a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban összesen mintegy 70 ezer új munkahely jött létre. Ma már a magyar vidéken elsősorban nem a munkanélküliség, hanem a munkaerő hiánya jellemző, és a
magyar mezőgazdaság egy olyan fejlődési pályán van, amely az Európai Unióban az első három között mutatja a teljesítményünket. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk majd elsősorban, és én kiemelnék egy fontos adatsort, hiszen sokat beszélünk az uniós agrártámogatásokról, amelyeknél a FM mintegy 500 millió forint fölött rendelkezik évente, de vannak nemzeti források is, amelyeket a mezőgazdaságra fordítunk. A kormány, az országgyűlés döntötte ezekben a kérdésekben. 2010-ben 52,8 milliárd forint volt, amit nemzeti forrásokból mezőgazdaságra, agrártámogatásokra fordítottunk. 2017-ben ez 106,9 milliárd forintra nőtt, idén 2018-ban pedig eléri a 109 milliárd forintot. Ez mutatja azt, hogy a Nemzeti Ügyek Kormánya tettekben is elkötelezett a gazdatársadalom segítése, a vidék fejlesztése mellett, egy erős mezőgazdaság képítése mellett. Ezek a források a állattenyésztés támogatásától kezdve a különböző kertészeti, gyümölcs termesztési, a piaci zavarokat áthidaló megoldásokon át a legkülönbözőbb területeket érintik. Tehát ez az elmúlt 7 évben megnövekedett forrás is lehetővé teszi azt, hogy a magyar mezőgazdaság eredményesen szerepeljen a belső és külső piacokon egyaránt, hiszen elmondhatjuk azt, hogy mintegy 100 országba exportálunk, és több mint 33%-kal nőtt a magyar kivitel ebben az időszakban. Mindez megélhetést jelent, boldogulási lehetőséget jelent a magyar vidéken. Kovács Sándor, a Jászlanykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek szoros együttműködése meghozta az eredményt, egyre sikeresebb a magyar mezőgazdaság. Itt otthon vannak a gazdák, otthon van a miniszter úr, a minisztérium, és azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző volt az az 8 éves együttműködés, amelyet Jászlanykun Szolnok megye, a mezőgazdasági földművelésügyi minisztérium és a gazdakörök, a MAGOSZ és a kamara összefogásával véghez vittünk. Mindig örömmel adtunk otthon Jászlanykun Szolnok megyén, itt a megyeházán ezeknek a gazdafórumoknak, hiszen tudjuk azt, hogy Jászlanykun Szolnok megyének és az országnak is az alapját a gazdák és a mezőgazdaság képezi. Ezt az épületet is 120 évvel ezelőtt az itt gazdálkodók pénzéből adták össze, tehát azt tudjuk mondani, hogy ez a ház a gazdáké is ugyanúgy, mint az egész Jászlanykun Szolnok megyéjé. Én is azt látom, hogy ez az együttműködésnek megvan az eredménye, megvan a gyümölcse, hiszen elértük azt 8 év alatt közös munkával, miniszter úr vezetésével, hogy megszűntek a zsebszerződések, megszűntek azok a külföldi tulajdonú felvásárolt földterületek, amelyek akár itt Jászlanykun Szolnok megyében, de a Dunántúlon nagy mennyiségben voltak. Magyar gazdákhoz került a föld, és a magyar gazdák jó gazdái a magyar földnek. Ez látszik az eredményeken, látszik a folyamatos termelés növekedésen, és én azt gondolom, hogy ha ezt a munkát tudjuk így közösen folytatni, akkor még sikeresebb időszak áll előttünk. Hubay Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, hogy a gazdatársadalom 25 éves jubileumot ünnepel, hiszen 1993-ban alakult meg Karcagon a gazdakör. 1993. december 10-én alakítottuk meg Karcagon a gazdakört. Akkor miniszter úr volt a polgármester a városba, és alapító tagja 1993. december óta, december 10-e óta a gazdakörnek. Ez azért nagyon fontos dolog, hogy már akkor is szoros együttműködésben voltunk a gazdálkodás területén, és neki nem volt idegen, tehát belépett a alapító tagként a gazdakörbe. 2005-ben volt a nagy demonstrációnk, ahol a gazdatársadalom megérett arra, hogy megfelelőképpen tudjon felkészülni a jövőre. Ez a felkészülés oda jutott, hogy 2006-ban megkötötte a Fidesz-MAGOSZ megállapodást dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr és Jakab István elnök úr. Ez egy nagyon fontos tényező, hiszen a Fidesz-Magyar Polgári Párt felvállal bennünket, gazdákat, olyan vonatkozásban, hogy a parlamentben is lehetőséget kaptunk,
és ez a lehetőség oda vezetett, hogy teljesen egészségesen partnerként tudunk együttműködni a Fidesz Magyar Polgári Párttal. Ez nagyon fontos dolog. 2010-ben megnyertük a választást, ennek kapcsán második periódusát tölti miniszter úr a kormányban, és rendkívül sok tapasztalatot, amit nyert, amit átadott, amiben kiállt, adott át a gazdatársadalom részére, és segítségül minden esetben kiállt a gazdákért. Erre büszkék vagyunk. A szódavízről és annak készítéséről nyílt tárlat a Györffy István Nagykun Múzeumban. A kiállításon a különleges szódás üvegek mellett képzőművészeti alkotások is helyet kaptak, de szódavizet is lehetett kóstolni. Szódavíz egy magyar kultuszital címmel egy egyedülálló kiállítás érkezett Karcagra a Györffy István Nagykun Múzeumba. A szódatörténeti kiállítás igazi kuriózum a vándor kiállítások között. Ez az anyag, ez egy gyűjtő anyaga, Bánffy István, szegedi szódás, több generációs szódás família, és az ő gyűjteményéből hoztam létre ezt a kiállítást elég régen, már 2004, és azóta utazik az országban. Így megérkezett most ide, Karcagra, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, mert elhoztuk ide azt a kiállítást, aminek az a címe, hogy szódavíz egy magyar kultuszital. Nem véletlenül adtuk ezt a címet, hiszen azt gondoljuk, hogy ez a szódavíz olyan dolog, ami mindenkit megszólít. Tipikusan egy olyan közszükségleti cikk, ha szabad így fogalmazni, ez olvasható egyébként az egyik fali újságbeli kiállítási anyagunkon is, amit mindenki fogyasztott. Tehát a szegény ember épp úgy, mint a gazdag, különböző módokon, kifröcsnek, ki málna fröcsnek, vagy csak egyszerűen hazavitték a szódástól, vagy éppen a szatósboltból azt a két üveget. Ugye sokan mesélik ugye a látogatók közül, hogy érzem még most is a kezembe azt a két üveget, amint megyek haza. És ugye amikor mentünk a szódáért, az majdnem olyan volt, mint mentünk a kútra. Tehát ugyanúgy társadalmi esemény volt, hogy el kellett menni a boltba szódáért, hazavinni, közben beszélgettünk. Szóval egy nagyon jó társas lehetőség volt. A kiállításon bemutatásra került többek között egy szódakészítőgép is, amit kezdetben kézzel, majd elektromos árammal üzemeltettek. A tárlaton a szódás üvegek mellett képzőművészeti alkotások is láthatók. Ez egy állóhengeres szikvízgyártógép, amit még vagy kézzel tekertek, vagy aztán később elektromos árammal. Egyébként én magam is még a 60-as évek elején Edelényben, ahol nyaraltam sokat, tekertem a szomszéd szódásnak, és ezért kaptam fagyi pénzt. Ezt is sokan mesélik egyébként, nem csak én. Tehát ez a gép mutatja azt, hogy hogyan készült a szóda, és ezen a képen, ami mögöttem van, az pedig egy régi szikvízüzem, ami egy másik ilyen fekvőhengeres szikvízgyártó gépet mutat, amelyik ráadásul három felé osztotta el a töltést. Tehát nem csak egy töltő része volt, mint ezen a gépen, hanem három felé. Több mint 800 egyedi készítésű baba található a Bátszalókon, a Baba Múzeumban. A tárlatról Steingauf Józsefné beszélt a Karcag Televíziónak. Steigauf Józsefné, Róza néni Abátszalókon működteti a faluház népviseletbe öltöztetett babák múzeumát. Róza néni korát meghazudtolva dinamikusan, hatalmas odaadással beszélt és mesélt a köznyelben csak baba múzeumként emlegetett épület falai között az indulásról, a sok-sok munkáról, amit bár szeretettel és odaadással végez, de mégis az ideje nagy részét teljesen kitölti. 25 éve kezdtem el, szabadidős tevékenységnek szántam az iskolába gyerekeknek, és akkor szűnt meg az iskolában a kézi munka, gyakorlati foglalkozás, helyébe a technika lépett, ami különböző szerelvények összeállításából állt, és azelőtt legalább a gyerekek egy gombfelvarrást megtanultak. Na és szerettem volna a kislányoknak hasznos szabadidős tevékenységet kitalálni, és arra gondoltam, hogy öltöztessék a babájukat népviseletbe, illetve hát babaszépségversenyt szántam először, de aztán ugye Kant azt mondja, hogy szép az, ami érdek nélkül tetszik, és pedagógusként nem lett volna méltó hozzám, hogy babaszépségversenyt hirdetek, mert az akkori már 20 000 forint körüli göcbabával nem egy gyerek rendelkezett, és volt, akinek még csutka babára se futotta. És hát akkor ezt elvetettem, és a gyerekek nem csak akkor, de nagyon fontos, hogy versenyszerűen dolgozzanak, mert a vetélkedő az mindig előre vitte a tevékenységüket, és
Hát úgy gondoltam, hogy öltöztessék a babát népviseletbe, és miután a szülők csak vasárnapi szülőkké váltak, hogy elkerültek innen dolgozni, szerettem volna valahogy őket is partnerként megnyerni, és hát azt mondtam, hogy öltöztessék a babájukat népviseletbe, bárki segíthet, mert ugye nem ismerték, nem tanulták, csak az a fontos, hogy majd tudja a kész munkát bemutatni. Aztán kinőttem a babaszakkört, nyugdíjba mentem, és hát továbbra is tevékenykedtem, megszerettem, érdekes volt. Londonban az utazási világkiállításon bemutattam, Milánóban nemzetközi szimpóziumon láttam, mutattam be muzológusok nemzetközi konferenciájának kiegészítő anyaga volt. Azt írta róla az akkori Néprajzi Múzeum főigazgatója dr. Selveci Kovács Attila, hogy Európa leggazdagabb viselet együttese. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!